Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mi, a Párbeszéd Zöldek, nagyon hiszünk abban, hogy Magyarországnak fejlődnie kell, és ott kell lennie a 21. század nyertesei között. Ugyanakkor nem teljesen értjük, hogy a kormány propagandájával szemben mindehhez hogyan járul hozzá egy olyan akkumulátorgyár, amely kínai tőkéből épül, amely kínai technológiával működik, amelyben a nyersanyagokat külföldről szállítják, és amelyben egyébként magyarok viszonylag keveset dolgoznak, és ha dolgoznak is, az csak az alacsony hozzáadott szegmensben, nagyon alacsony bérekkel történik. Azt a mai sajtótájékoztatónak az apropója egyébként kettős, az egyik a kormány új jogszabályjavaslata, amely megkönnyíti a vendégmunkások tartózkodását. Ezzel tulajdonképpen elismeri azt a kormány, hogy nem is létezik az a munkaerőpiaci kínálat, amelyre ezeket az akkumulátorgyárakat építenék. Tehát az érvelésük teljesen hamis azzal kapcsolatban, hogy ez magyar munkahelyeket védene. A másik pedig a friss hír, hogy a kínai Eve Energy szeretne Debrecenbe költözni, és ezzel új munkahely létrejöttével hirdetik, vagy ezzel új munkahely létrejöttével kalkulálnak. A gödi tapasztalatok is pontosan azt mutatják, hogy az ottani Samsung gyár 3594 munkásának körülbelül csak a fele magyar, és ebből is csak 100 az, aki valójában Gödről származik. Ez azt jelenti, hogy pont a gödiek azok a Samsung gyár esetében, akik elszenvedik azokat a környezetkárosító folyamatokat, amelyeket ezek a gyárak okoznak vagy okozhatnak, viszont ők részesülnek a legkevésbé egyébként ennek a gyárnak a hasznából, már ha van ilyen. Azt pontosan lehet tudni, hogy a kormány ráadásul különlegesen könnyű kézzel bánik az ázsiai partnerekkel, nagyon sok olyan környezetvédelmi szabálytól hajlandóak eltekinteni, amelyek egyébként azt gondoljuk a Párbeszéd Zöldek tagjaiként, hogy kritikus fontosságúak, valamennyi magyar egészsége, meg egyáltalán egy kimagasló európai biztonsági rendszer megtartása érdekében. Éppen ezért a Párbeszéd Zöldek az Európai Bizottsághoz fordul, ugyanis azt gondoljuk, hogy a Debrecenben létesítendő új akkumulátorgyárak lakossághoz való közeltelepítése, és az a vízkészlet mennyiség miatt, amelyet ezek a gyárak el fognak használni, megsértik az európai vízkeret irányelveket. Éppen ezért panasszal fordulunk az Európai Bizottsághoz. Mi a Párbeszéd Zöldek hiszünk abban, ahogy az elején is elmondtam, hogy Magyarországnak fejlődnie kell, és Magyarországnak sikeresnek kell lennie, de ez akkor tud megtörténni, hogyha a hozzáadott érték görbén a csúcson vagyunk. Ez egyébként általában ma a folyamatok, gyártási folyamatok elején és legvégén koncentrálódnak, és semmiképpen sem az alján, már csak azért sem, mert a gyártás a következő években, évtizedekben egyre inkább automatizáltabb lesz, tehát egyre kevesebb valódi magyar munkavállaló lesz majd szükség, a legtöbb dolgot a gépet fogják gyártani, valamint azért azt is lehet pontosan tudni, hogy a lítium akkumulátorok kiváltásán is nagy erőkkel dolgoznak már az erre szakosodott kutatók, tehát az sem biztos, hogy ez egy befektetés, egy valódi befektetés a jövőben. Ami pedig geopolitikai szempontból is különösen problémás az az, hogy a kínai államnak teszi a magyar kormány ezeket a kedvezményeket, márpedig pontosan lehet azt tudni, hogy a kínai kormány előszeretettel folytat gazdasági gyarmatosítást. Egyáltalán nem tartjuk sem kívánatosnak, sem jónak, sem a jövő szempontjából fenntarthatónak, hogyha ezeket a környezetvédelmi szabályokat és a magyarok érdekeit nem szem előtt tartva, tulajdonképpen aláfekszik a magyar kormányzat a kínai expanziós törekvéseknek, mindenfajta ellenállás nélkül.